A következő kísérletekkel egy szabályt szeretnék alátámasztani. Tanultátok már többször és alkalmaztátok is azt, hogy a nagyobb standard potenciálú nem fémes elem, a kisebb standard potenciálú nem fémes elem anionját oxidálni képes. Ezt leginkább halogén elemekkel végzett kísérletekkel tudjuk alátámasztani. Kálium per manganátból és sósavból klórgázt fogok előállítani. A fejlődő gáz útjába kálium-bromidos, illetve kálium-jodidos szűrőpapírt teszek. Szűrőpapírt áztatok a kálium-bromid, illetve a kálium-jodid oldatába. Ezután sósavat öntök kálium per manganátra. És a fejlődő gáz útjába oda tartom a beáztatott szűrőpapírt. Ide a brómosat, látjuk, hogy sárgul, a másik esetben pedig a fejlődő gáz útjába tartom a jódosat, az pedig bebarnul. A kiváló jódtól barna színű lett, tehát a szabály érvényesült, amit korábban elmondtam. Itt pedig a kiváló bromtól sárga színű lett a szűrőpapír. A klór oxidáló hatását sikerült bemutatni. Ezután a brómot szeretném kálium-jodid oldattal reagáltatni. Ehhez pedig brómos vizet használok, és a brómos vízhez kevés kálium-jodid oldatot öntök. A keletkező oldathoz pedig keményítőt cseppentek. Látjuk a jód keményítőre jellemző kék színreakciót. Tehát jódkiválás tapasztalható, amit azzal igazolunk, hogy keményítőt cseppentünk hozzá, mert ez egymással kék színreakciót mutat.